Márton Roland a hat ellenzéki párt országgyűlési képviselőjelöltje nem alkalmas Fehérvár képviseletére, jelentette ki a Fehérvári Fidesz frakció vezetője. Volnár Tamás ezt a csütörtökön kirobbant vagyonbevallási botrány kapcsán állapította meg, miután kiderült, hogy Mártó Roland nem tüntette fel, hogy tulajdon része van egy agrárcégben. A Fidesz frakció vezetője szerint a baloldali politikusok az utóbbi időszakban sorra járatják le magukat. Ez azért is furcsa, hiszen az ugyanaz a vagyom nyilatkozat és bevallás, ami miatt az ő előválasztási ellenfélt rászni földi hogy gyakorlatilag így a belső harcok mentén kicsinálták és eltüntették. furcsa ez, hiszen Mártó a Magyar Szocialista Párt Országos Mentelmi Bizottságának elnöke, tehát hogyha valakinek tisztába kell lenni azzal, hogy hogyan kell egy vagyonnyilatkozatot kitölteni, akkor szerintem ő az, hiszen ő ellenőrzi ezeknek a hitelességet és érvényességét a saját pártján belül. Nagyon furcsa helyzet ez. Ahogyan arról csütörtökön beszámoltunk, Mártó Roland a hat ellenzéki párt fehér megye egyes választókörzetében induló jelöltje 2009. novembere óta 25%-ban tulajdonosa az igarmix takarmánykeverő KFT-nek. Ezt azonban kihagyta az eddigi vagyonnyilatkozataiból. A korábbi vagyonnyilatkozatok közül most is elérhető a 2021-es évben tett bevallás, amiben nem tüntette fel ezt az érdekeltségét Mártó Roland.